A kosárlabda kétségtelenül az egyik legnépszerűbb sport a világon, amelyet rengetegen űznek hobbi és profi szinten is. Anthony Mattis az amerikai Egyesült Államokból, Oregonból származó kosárlabdajátékos, aki egy ideje már Európában játszik, az idei szezontól pedig a Marosvásárhelyi Sportklub csapatát erősíti. Tény, hogy nem csak szakmai szinten, hanem a magánéletben is hatalmas kihívás Amerikát Európára váltani. Hogy hogyan lehet megtenni, arról Anthony vallott nekünk. So, I'm Anthony Mattis. Nevem Anthony Mattis, és az Egyesült Államokból, Oregonból származom. 6 éves koromban kezdtem el kosárlabdázni, amolyan gyerekkori hobbiként, de több más sportot is kipróbáltam, többek között az amerikai focit és a labdarúgást is, de a valódi örömet a kosárlabda jelentette. Idővel egyre komolyabban vettem, főleg amikor a középiskolás éveimben jöttek az ajánlatok az egyetemi csapatoktól, és ez egy óriási motiváció volt, hiszen így ösztöndíjas helyre kerülhettem az egyetemen. Az első profi mérkőzésem a főiskolai évek után Görögországban volt, a görög első ligában az Olimpiákos ellen. Ez egy remek első mérkőzés volt, számomra igazi történelmi pillanat. Majd Görögország után visszatértem az államokba, és az NBA G-ligában játsztam. Nyilván az álom az volt, hogy az NBA-ben szerepelhessek, de 2 év elteltével nem úgy alakult, így elhatároztam, hogy Európába igazolok. A megszokott, jól ismert környezetből való kimozdulás nem mindig egy zökkenőmentes folyamat, főként ha egy más kontinensen, egy olyan közegben kell új életet kezdenünk, amely mentalitásban, életvitelben egyaránt jelentős mértékben különbözik a megszokottól. Meglepő módon Anthony mindezt igen pozitívan éli meg. Abból a tekintetből, hogy az államokból Európába kerültem, egy hatalmas különbség volt. A kultúra, az emberek, az étel egy valódi kultúrsok volt. Szeretném megismerni az itteni kultúrát, jobban beleásni magam, megismerni az itt élő embereket, és remek, hogy a munkám révén utazhatok, és közben kosárlabdázhatok. Nagyon hálás vagyok ezért. A felfedezésen és az emberi fejlődésen túl a sporttal kapcsolatos célkitűzéseit sem hanyagolja el, hiszen konkrét tervekkel érkezett a Marosvásárhelyi csapatba, ahol egyébként remekül teljesít. Ez egy nagyon kompetitív liga. Az ügynököm remek munkát végzett, és amikor ez a lehetőség jött, nem tudtunk nemet mondani rá. Minél jobban szeretnék teljesíteni a pályán, és győzelmeket szerezni is, nem utolsó sorban pedig keményen küzdeni a szurkolókért, hiszen ezt megérdemlik, minden este eljönnek a mérkőzésekre, hogy megnézzék, ahogyan játszunk, szóval ez a legkevesebb, amit tehetek, hogy mindent beleadok a pályán. Köszönöm a fogadtatást, ezzel igen csak megkönnyítették az ideigazolásomat, amiért nagyon hálás vagyok. I would just say thank you.